Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag arról lesz szó, hogy a RAM-ot és a memóriát hogyan lehet ellenőrizni, megnézni, mennyit használunk, és érdemes-e ezzel foglalkozni. Azaz a RAM, a memória használat Linux alatt, ez lesz a főcím. A kérdés az, hogy egyáltalán van-e ezzel értelme foglalkozni, gyakorlatilag kell-e ezt nekünk figyelni? Nem. Ez az én magánvéleményem, ha van elegendő memória a gépedben, akkor teljesen felesleges a memória használathoz hozzányúlni. Természetesen mindenki tudja, hogy a Linux jól kezeli a memória felhasználást, ennek ellenére igyekszik azon javítani. Felesleges, ha van elegendő memória. Azaz, hogyha megfelelő mennyiségű RAM-ot megvásárolsz, az egyik legjobb befektetés a gépbe a memória, nem az RGB világítás és egyéb, hanem a memória. Mert a Linux ezt ki fogja használni, az utolsó centig ki fogja használni a memóriát. Azaz, az egyik legjobb befektetésként könyveljük el, bár nem olcsó, természetesen. Vegyünk a gépünkbe annyit, amennyit megengedhetünk, illetve feltétlenül szükséges. Akkor, ha nem telik memóriára, vagy van egy laptopunk, aminek a fejlesztése már nem megérő, vagy egy asztali gépünk, ami régebbi, és nem szeretnénk arra költeni, akkor bizony van lehetőségünk ezen egy kicsit javítani, illetve figyelni, hogyan használja fel, és hogyan használja ki a memóriát a Linuxunk. De akkor, ha van nekünk egy normálisabb gépünk, akkor nem kell ezt piszkálgatni. Miért nincs értelme a memóriafogyasztást általában összevetni? Természetesen mindenki találkozott már olyannal, akik azzal dicsekednek, hogy az ő rendszerük milyen keveset fogyaszt. A véleményem szerint, hogy mennyit fogyaszt egy rendszer, kutyát nem érdekli. A felhasználói környezet mennyit használ, azt pedig te tudod szabályozni, hiszen olyan programokat és annyit indítasz el, amennyi neked kell. Ha kisebb a géped, nem nyitsz meg 50 darab böngésző oldalt, nem a Discord, Facebook és egyéb oldalakon nézelődsz és játszadozol, hanem egy-egy programot futasz. Logikus, azaz, ha kapott értékeket nem lehet összevetni, mert nem lehet összevetni, akkor nincs is nagy értelme azt figyelgetni, hogy másnak mekkora a memória felhasználása. Se technikailag, sem felhasználás szerint nem tudjuk összevetni a mi gépünk és egy másik ember felhasználási szokása, másik ember gépe szerinti memória használatot. Miért? Mert ha több memóriát teszel a gépedbe, azaz fejleszted a gépet, azonos Linux konfigurációval látszólag többet fog fogyasztani. Miért? Mert kihasználja az utolsó centig a memória lehetőséget. Azaz, ha több van benne, többet fog használni, lefoglalni és azzal dolgozni. Gyakorlatilag ez onnan derül ki, hogyha te esetleg QEMU-ba kipróbálsz egy disztribúciót, és a QEMU-nak azt mondjuk 2 GB-nyi memóriát, avval tud gazdálkodni az ottani Linux, akkor kevesebb alaphasználatot fog mutatni, mint hogyha felteszed a saját gépedre, natívan telepíted, és abban van 32 GB-nyi, 64, 16, akármennyi. Többet fog elhasználni látszólag. Illetve, amit már említettem, nem tudni, hogy a másik milyen programokat futtat alapból. Gyakorlatilag jól le lehet nyomni egy memóriafogyasztást, ha mindent kikapcsolsz. Nem indul ez, nem indul az, nem használok panelt, nem használok háttérképet, nem használunk konkit, nem használok semmit. Na hát akkor alacsony lesz a fogyasztásod, nem indítasz el semmit, de akkor meg minek a gép, igaz? A másik gondolat az, ami ennek az ellenkezője, hogy sokszor előfordul, hogy valaki mond egy értéket, amitől rosszul lesz az ember, azt mondja, hogy a KDE-t tesztelte, és 4 GB-ot fogyasztott. Hát én használtam a KDE-t, és nem szoktam lecsonkolni mindent róla, nem szoktam mindent kikapcsolni, és 4 GB-t meg sem közelítette a normál alap használata. Aztán majd kiderült, hogy ő úgy tesztelte, hogy minden futott. Egy csomó programot elindított. Ez teszt, ez nem teszt, ez csak egy szám, egy érték, ami egy használatot mutatja. Esetleg én nem használok Discordot, vagy olyan programokat, amit ő elindított, akkor mivel hasonlítom össze
Azzal, hogy én nem használok, ő használja, a kettőt nem lehet összevetni. Fölösleges ezt nézegetni. Nem tudni egyébként, hogy milyen háttérfolyamatokat futtat, milyen a panelja. Alapesetben mindenki látja, ismeri, hogy a Z3-at használom, annak van egy saját panelja, ami nagyon-nagyon keveset használ. Ha én a Tint 2-es panelt, amit én használok, felteszem, hát egy picivel többet használ, mert más panel, más a kinézete. Fölteszek háttérképkezelőt. Hát bizony, ha fut esetleg egy háttérkép váltogató program, mondjuk a Variety, akkor az is egy kis energiát, egy kis memóriafogyasztást, egy kis processzoridőt el fog használni. Nem tudjuk, hogy ki mit és hogyan hasonlítgat össze, így bizony erre nincs értelme nagyon figyelni. Érdemes tudni, hogy a mai asztali környezetek kb. 4-600 mega közötti alapfogyasztást mutatnak. Azt mondom, hogy alapfogyasztást alapkonfigurációval és nem egy-egy disztribúció által már felszerelt verziókról beszélek. Azaz, hogyha az Arch-ot felteszed és elindítod a KDE felületet, biztos vagyok benne, hogy egy kicsit más memóriafogyasztást fog mutatni, kevesebbet, hiszen egy alapkonfigurációt raksz föl, mint hogyha az Arch Linuxot vagy egyebet felteszed ugyanezzel a felülettel, mert ők már bekonfigurálták egy-két háttérfolyamatot, egy-két szépészeti vagy praktikussági dolgot elindítottak. Azaz, hát bizony e környékén szokott fogyasztani egy asztali környezet, hogy plusz-minusz 100 mega az itt nem igazán számol. Azaz gondolkodjunk el, hogy 4-600 mega fogyasztás, 8-16-32 gigás átlagos gépen nem valami nagy eltérés. Azaz, ne úgy válogassuk össze, ha van memória mennyiség a gépünkbe, hogy bizony az enyém milyen keveset fogyaszt, és nagyon jó lesz nekünk. Nem biztos, hogy mindenkinek az való, hogy egy asztali környezetet úgy nézeget ki magának, hogy legyen egy open box, ami alig-alig fogyaszt, és ne egy KDE, egy GNOME, ami sokkal-sokkal szebb és kényelmesebben használható. Teljesen fölösleges olyanoknak, akiknek van megfelelő memóriájuk, bizony azzal foglalkozni, hogy mennyit fogyaszt az asztali környezetük. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egy ablakkezelőt nem kell feltenni, mert tetszik nekünk. Azért tegyük föl, hogy tetszik, és nem azért, mert alig fogyaszt memóriát. Ha nincs komoly erőforrás hiányod, akkor nem nagyon van értelme az alaprendszer, a felhasználói programok indításai nélküli alapfogyasztást kiemelten figyelni. Teljesen mindegy, hogy egy messzelenül elindított i3-as mennyit fogyaszt, ha utána elindítok akármilyen programot, azaz van annak értelme, hogy 100 megát lefaragjak mondjuk a 280-as fogyasztásomból, vagy 50-et, és utána elindítok egy Chrome-ot, kinyitok vagy 30 ablakot, Discordot és pár elektronos jávás programot elindítok, amik alapból fölzabálnak 2-3-4 gigabájtnyi memóriát. Igaz? Annak nem nagy értelme van. Időt, energiát és tudást beleáldozni, hogy lefaragjunk valami kicsikét, és utána meg jó nagy terhet rádobjunk a gépre. Ha van memória, bírni fogja, ha nem, akkor nyilvánvalóan csak egyesével indítod el a programot, akkor se az alaprendszert kell piszkálgatni. Tehát nem tudjuk, hogy milyen adatokat adnak meg, nem tudjuk összehasonlítani a gépeinket, hiszen az enyém nagyobb, a tiéd még nagyobb, a harmadiké pedig egy régebbi gép, mert olyanja van neki. Oké? Tehát a memória mennyisége, illetve a felhasznált programok nagyon befolyásolják. Illetve az is problémás szokott lenni, hogy eltérő programok eltérő módon számolnak. Sokszor előfordul az, hogy valaki bemutat egy gép fogyasztást, mennyi memóriát fogyaszt, és egy másik programmal leméri, és más mutat. Az bizony, hát alapgép, egyforma gép, ugyanaz a gép, és mégis más mutat. Igen, mert másképp számolnak. Nézzük is meg, mi ennek az alapja, hogy másképp számolnak, illetve milyen memória van a Linux alatt, hogyan használja a memóriákat a Linux rendszerünk, hogyan? Nagyon egyszerűen, csak át kell látni, hogy mit és hogyan számol. Alapok, azaz alapokról lesz szó, mert egy komplex rendszert, ami a Linux memóriafogyasztás, annak a kezelése, annak a beskálázása, ahogy ő elvégzi ezeket a munkákat professzionálisan, bizony annak a bemutatása egyrészt meghaladja a tudásomat, másrészt természetesen gondolom az emberek 99%-át nem érdekli, ráadásul jó hosszan lehetne róla beszélgetni. Oké, milyen memóriafogyasztásunk van?
Itt egy HATOP nevű eszköz memória bemutató részét tettem ide, ahogy ő méri. Azaz, van egy használt memóriánk. Ami memóriánkat jelen pillanatban használja a rendszer, ez egyértelműen az a rész, amihez hozzá nem nyúlhat más, mert a programnak kell. Lefoglalja magának, ott működik, ott csinálja a dolgát, hogy mit, bennünk nem érdekel, hiszen a programnak a feladata, hogy a saját részére kirendelt memóriát, ami neki mindenképp kell, azt kezelje. Azaz van egy használt memória részünk. Ezen kívül, a zöldön kívül, rápontosítok, van ott még három darab szín. Van ott három darab szín. Ez a lefoglalt memória mennyisége. Ez, hogy ő minek foglalja le, de nem használja, az engem nem érdekel. A program feladata, hogy megmondja a Linux rendszeremnek, hogy ő neki jó lenne, hogyha lefoglalna egy kis területet, egy kis részt, mert ő azt lehet, hogy a későbbiekben szeretné használni. Illetve, ami meglepő szokott lenni, és aki kezdő és elindítja a Free nevű programot, majd bemutatom, bizony az látja, hogy alig van nem használt üres, szabad memória területe. Hát hova teszi a 16 gigából ez a rendszer memóriáját, hiszen alig van, majd meglátjátok, alig van szabad hely. Hát bizony, tudni kell, hogy bizony a lefoglalt rész az egy dinamikus rész, és ő megpróbál minél többet előre lefoglalni egy-egy programnak, hogyha te elindítod, lefoglalja magának, és azt mondja, hogy hát bizony ezt a területet jó, hogy itt hagyom neked, mert bizony, hogyha kell, akkor azonnal hozzá tudsz nyúlni, előre betöltök egy csomó programot, programrészt, inkább így mondom, és akkor amikor használja a gazdám ezt a rendszert, akkor ő bizony nem avval kell kínlódni, hogy most elindítok, most betöltök, hanem azonnal tudja használni, gördülékenyé teszi mondjuk a videó szerkesztés. És természetesen van olyan, hogy swap, erről majd a későbbiekben fogunk beszélni. Azaz, az a hiba, hogy sokan csak azt látják, hogy van egy használt rész, és egy lefoglalt rész, és alig van szabad területe, és bepánikolnak, hogy hűha, eltűnt a memória darab, megvettem 16 gigát, és nincs egy fél gigányi területem, nincs egy fél gigányi memóriám, mert valaki megette. Nem ette meg senki, nem lopták ki a gépünkből, a Linux ő elkezdte azokat lefoglalni, és utána hát kényelmesen fogunk tudni dolgozni. Azaz, ahogy mondtam, van a használt memória, amit konkrétan használ egy-egy program, a programok összessége használja, ezeket bizony úgy kell venni, hogy ez mindenképp a gépedbe kell lenni. Tehát, hogyha te használsz egy gépet, és van 8 gigabájtnyi memória elvárásod, használt memória területed, akkor nem lehet 4 gigabájtnyi a gépedbe, mert bizony, hogyha elfogy, 8 elfogy teljesen, akkor ennélkül, ha nincs memóriát, lelassul, lefagy, el sem indul egy program. Tehát az elvárt mennyiséget mindenképp érdemes kitesztelni új gépvétele előtt, vagy fejlesztés előtt, hogy neked kell-e 64 gigabájtnyi memória, amikor általában használtad, az 2, 3, 4, 5. De hogyha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, akkor nem lehet 2 vagy 4, hiszen erre szükséged van. A lefoglalt memória már nem ilyen kényes téma. Ha nincs lefoglalt területre helyed, amit lefoglalna, akkor természetesen a géped megfelelő beállításnál nem fog lefagyni, nem fog semmi rosszat csinálni, csak elfogy. A Linux nagyon okos, meg a többi rendszer is nagyjából így működik, az összes memória mérete szerint, tehát mennyi van, megnézi, tudja, a Linux a programoknak, ami ezt igényli, egy bizonyos memóriát tartalékol. Ide előre betölti, amit a program neki mond, amit elvár, és az így lefoglalt memória nagyon-nagyon-nagyon meggyorsítja a program működését. Nem használja ezt, csak lefoglalja, oda berakosgatja azokat a dolgokat, amiről ő úgy gondolja a program, illetve a Linux, hogy bizony a későbbiekbe azonnal kell neked.
Ez többféle megoldással működik, többféle rész van itt a lefoglalt memória címszó alatt. Nyilvánvalóan ennek a technikai dolgait, hogy ki, mikor, hogyan, milyen módon, milyen elnevezéssel foglalgatja le ezeket a területeket, nem fogom elmondani, nem is érdekel senkit, nem? Gyakorlatilag az a lényeg, hogy van egy aktívan használt területet, ami hogyha elfogy, akkor az balhés. És van, hogyha van plusz memóriád, amennyi plusz memóriád van, a Linux oda bele fog ülni. Mohón elfoglalja ezeket a részeket, de ez a dinamikus terület, amikor kell más programnak a használatra, konkrét használatra, akkor ebből a lefoglalt memória területből kirugdalja azokat a program részeket, azokat a lefoglalt területeket felszabadítja, és azoknak adja át, akinek a használatba kell, azaz, hogyha te használsz egy LibreOffice-t, és mondok egy számot, menet közben 1 gigabájtnyi memóriát használ, lefoglal egy más programnak, mondjuk a KDN Live-nak, 1-2 gigányi helyet, szokott ilyesmit csinálni, de amikor a LibreOffice nagyobb helyet, nagyobb memóriát szeretne magának, abban a pillanatban, ha nincs szabad hely, akkor kirugdalja a KDN Live-nak azt a program részeit, azt az előre lefoglalt részeit, felszabadítja és odaadja annak, akinek kell. Tehát nagyon logikusan dolgozik, de látszólag úgy tűnik, mivel hogy a használt és a lefoglalt rész nagy részben elfoglalja meg egyebek a memóriádat, hogy nincs szabad területed. Úgy tűnik, hogy nincs szabad memóriád, de van. Ezt úgy hívjuk jelen pillanatban lefoglalt memóriaterület, dinamikusan változó, méretű és töltöttségű terület ez, de kiterjed majdnem az összes memóriádra. Amíg van szabad memóriaterületed, addig semmi gond nincs. Odáig rakosgatja, terjeszkedik a Linux rendszer memóriafogyasztása, ha a szabad elfogy, akkor kezdi a kilakoltatást az éppen nem aktív programoknak a lefoglalt helyéről, és bizony megkapja az a program, ami éppen ezt igényli. Szól neki, kell nagyobb memória, már megint betöltött egy csomó videót, ez az emberke, akkor bizony az nekem kell, hát a LibreOffice pillanatnyilag alig-alig használgatja, akkor légy szíves ma odaadni a helyet. Ezzel nagyon gyorsan, villámgyorsan játszik a Linux rendszered, azaz professzionális a megoldás. A free memória, amitől mindenki kezdeti időben megijedt, hogy bizony a free memória, a szabad memória általában alacsony. Miért? Mert hát bizony lefoglalja magának a Linux rendszer, kiossza ide-oda, ahova kell, de ez nem jelent gondot. Miért? Mert általában lefoglalt terület az, ami nagy részt elfoglalja. A különféle átmeneti lefoglalt terület villámgyorsan felszabadul, ha kell. Ezt kell megjegyezni. Nézzétek meg itt a free oszlopot. Nekem totál 15.915 a memóriám, oda van írva totál. Abból 2060-at használok, hát akárhogy nézegetjük, osztunk, szorzunk és kivonunk, az nem 336 marad. Oké? Ennyi szabad terület van, Szent Isten. Ellopta a Linux? Mit csinál vele? Lefoglalja. Látható, hogy 2-3 fele lefoglalja, 2-35 meg 13-5-18 részt foglal le, az bizony testvérek között is kijön a maximális saját értékem. Ahogy lehet látni, nem a free-t kell nézni, mint az elérhető, használható, illetve inkább úgy mondom, nem használt, nem aktívan használt terület, hanem az utoljára az elérhető 13.291. Azaz nem kell bepánikolni, hogy a free az majdnem nulla, az elérhető számunkra lényeges. Ami érdekes itt még a swap használat, nézzétek meg a swap használatot, ott a tízest. Nem swappol a gépem, azaz van elérhető, és még van free memóriám is, nem sok, de a 10-nél azért 33-szoros mennyiségben azért több, van, és mégis van egy minimális swap használatunk. Ez nyilvánvalóan csak technikai dolog, és ezt jegyezzük meg, és érdemes a swapra egy kicsit oda nézni. A swap kényszer megoldás. Én tudom, hogy a Linux és a Windows meg mindenki swapot készít, meg sokan szeretik is a swapot, de azt tudni kell, ez egy kényszer megoldás.
minden egyéb megoldás, ami nem a RAM-ba, a memóriába fut, az kényszer megoldás, mert lassabb lesz a rendszered. Hol kicsit, hol nagyon. Erre figyeljük. Tehát bármi, ami nem a memória, hanem merev lemez, SSD, akármi szőszre ír, az sokkal-sokkal lassabb, mint a memória elérés, mert a memória a leggyorsabb adattárunk, a RAM. Azaz megint azt mondom, hogy a RAM-ra költeni nem kidobott pénz, ha neked arra szükséged van. Ha elfogy a RAM, a leggyorsabb adattárunk, akkor egy megadott értéknél a swap kerül képbe. Mi a swap? A swap ideiglenesen memóriának kinevezett lemezterület. Nyilvánvalóan, hogy ennek kétféle megoldása van, a hagyományosabb, amikor egy külön partíciót készítesz, ez egy stabilan lefoglalt partíció. Ha azt mondod, hogy készítesz, amikor te a telepítést elvégzed egy 5 gigabájtnyi swapot, swap területet, swap partíciót, az bizony 5 gigabájtnyi lesz. 5 gigabájtnyi helyet elfoglal, ezen nincs probléma, de abból nehézkes 6-ot csinálni, vagy 12-t, ha éppen videóvágásnál, vagy audiovágásnál kellene egy kicsit nagyobb, igaz? Mert ez egy partíció méretet nehézkes megváltoztatni. A másik egy file megoldás, amit én előtérbe helyezek, nem csak én, mert az újabb Linux rendszerek nagy része próbálkozik, illetve csinálja, hogy swap fájlokat hoz létre. Miért? Mert a file az egy file. Annak van egy mérete, de ha azt a fájlot kitörlöd és csinálsz nagyobbat, és beteszed a rendszeredbe, akkor nagyobb lesz. Csinálsz kisebbet, akkor bizony az kisebb lesz. Egy fájl méretet könnyebb, egyszerűbb, gyorsabb megváltoztatni, mint össze-vissza a partíciókkal variálni. Igény szerinti méretre változtathatod pár parancsal. Ezeket nem fogom én bemutatni, ezeket a parancsokat nincs értelme felsorolni, mert az Arch Wiki-be, a Debian Wiki-be, meg egyéb Wiki-be ott van, illetve a blogomba is megtaláljátok az ehhez tartozó parancsokat. Szépen eldöntöd, hogy mekkora kell, kikapcsolod a régit, megcsinálod az újat, bekapcsolod, és aztán működni fog. Ennyi. Tehát dinamikusan, hogyha ebben a pillanatban úgy gondolom, hogy a meglévő swapom kevés lesz, 3 másodperc alatt készíteni tudok egy 8-12, akármekkora, akár 120 gigás swap területet is, pár másodperc alatt elkészül. A lépések egyszerűek, csak be kell tartani a pontosság elvét, és el kell készíteni azt. Oké? Tehát, hogyha van lehetőséged telepítéskor, az InMASEC véleményem szerint igazából ne partíciót, ha van választási lehetőség, hanem swap fájlot készíts el. Nyilván akkor, hogyha aktívan szeretnéd a swapot változtatni. Azt már említettem, hogy ennek a sebessége töredéke a fizikai memóriának, akár fájl, akár partíció lassabb lesz. Függ a lemeztől is, hogyha van egy HDD-d, egy hagyományos lemezed, akkor természetesen az lényegesen lassabb, mint a különböző modern SSD-s megoldások. Miért? Mert maga a lemez lassabban ír, lapsabban olvas. Azaz, bár sokan félnek, hogy SSD-re tegyék a swapot, mert az sokat használja, nem fogja sokat használni, ha torrentezel, vagy adatleföltöltögetéseket csinálsz, akkor nyilvánvalóan többet fogja használni a gépedet, a lemezedet, az SSD-det, a torrentezés leföltöltögetés, mindaz, hogyha a swapot megcsinálod, és igazából nem nyúlsz hozzá, nem fogja tönkretenni a normálisan használt swap, az SSD-det. Ez egy régi beidegződés, az első SSD-knél valóban problémás volt, de a mostani nagyon-nagyon-nagyon sok írásolvasást kibíráló SSD-knél ez nem jelent semmi gondot. Legyen? Igen, legyen! Egy kisebbet mindenképp hoz létre, mert lehet olyan program, ami elvárja. Lehet. Nem tudom, nem is érdekel. Bevallom őszintén, nem is érdekel. Rábízom a rendszerre, a Linuxra, hogy ő most 10 megányi helyet lefoglalt a swapból. Hogy ő miért írta oda, miért nem írta oda, nem az én dolgom. Az ő feladata. Megbízok a rendszerembe, megbízom a gépembe, hogy tudja, hogy mit csinál. Nyilvánvalóan, hát azért használok Linuxot. Ha pedig nincs swapod, és mégiscsak kell egy évbe egyszer, egy hónapba egyszer, akkor bizony nagy zökkenő lesz a sebességbe,
hogy bizony van memória, van szabad memória, elfogy. Elfogy, kipenderíti az összes lefoglalt, előre lefoglalt területről a memóriát, és elfogy. És akkor bizony belassul a géped, mert a Linuxod megpróbál játszadozni avval a szűk kerettel, amit adtál neki, és nem tud hozzányúlni, nem tudja kipakolászni ezeket a memória területeket a merevelemezre, akkor bizony erőteljes, zökkenő lesz. Ha normális SSD-t használsz, észre se veszed, hogy belecsúszik a memória használatod a svabba. Elfogy a fizikai, ő már előre tudja, hogy bizony ott valami balhé van, kevés a memória, kevesebb, megint kevesebb a felhasználható memória, ő akkor elkezdett dolgozni a háttérbe, észre se lehet venni a átkerülését a dolgoknak a svabba, de hogyha nincs svab, akkor amikor kifutsz belőle a memóriádból, akkor bizony nagy zökkenő lesz a sebességben, lehet, hogy le is fagy, vagy legalábbis úgy érzed, hogy lefagy a géped. Mekkora legyen, ha altatást, hibernálást, ilyesmit használsz, a fizikai RAM méreténél picit nagyobb legyen. Én azt mondom, hogy az a hivatalos álláspont, hogyha van 16 GB-nyi memóriád, és te hibernálást is használsz, akkor 16 GB-nyi lemezterület kell a swapnak. Én egy picit rászoktam hagyni, amikor ilyenre volt igényem, hogy altatás, hibernálás legyen, ráhagytam. Miért? Mert a legkisebb lemezek, amiket jelenleg lehet kapni SSD-ből, 120 giga. Most, hogyha valaki igazából kis lemezt vesz, kis memóriás gépet, abból 4-8, meg egy nagyon pici levágni swapnak, ossza területet a swapnak meghagyni, nem olyan nagy veszteség. Tehát a mai lemezméreteknél nincs értelme nagyon kicsi swapot csinálni és kicentézni a swap méretét. Persze természetesen hagyhatod akkorára is, hogyha altatást használsz, nem szokott gond lenni, de biztos, ami biztos, 1 giga plusz-minusz nem oszt szoroz a lemezterületednél. Ha sok memóriád van, és nagyon kicsi az esély, hogy swappolni fogsz, a memória harmada, fele, negyede, de mindenképp legyen, mert előfordul, hogy van olyan program, vagy olyan élethelyzet, amikor jó lenne egy picike kis hely, és igazából valljuk be, ha sok memóriád van, nagy merev lemezed is van, nagy SSD-t is veszel, és akkor abból lemetszeni egy 5, 2, 3, akármennyi gigabájtot a swapnak, nem nagy veszteség. Ha kevés memóriád van, akkor legalább a fizikai RAM mérete, nyilván, hogyha altatást, hibernálást használsz, akkor ez alaptétel, de hát, hogyha éppen kevés a memóriád, és sokszor van szükség fizikai RAM kifutásra, azaz swapra, akkor érdemes, hát bizony, legalább akkorát készíteni. Illetve én azt szoktam mondani, hogyha swap fájt használsz, akkor érdemes először kipróbálni a fizikai memória felét, és az kevés, egy pár perc alatt készítesz egy nagyobbat, és akkor az egészet, ha pedig még az is kevés, tehát a memóriának megfelelő méret is kevés, akkor egy kicsit többet. Nyilvánvalóan ez nem igazán hosszú távú elgondolás, hogy mindent a swapra hagyunk, hanem veszünk memóriát. Hol kezdj el használni a swapot? Ez állandóan sarkalatos kérdés kezdőknek, illetve annak, akinek kevés a memóriája. Ez bizony olyan dolog, hogy én ráhagyom a rendszerre. Miért? Mert nálam okosabbak állították be. Az Arch Linux, Debian, vagy akármelyik Linux készítői, a disztribútorok ezt átnézték, átgondolták, és technikailag kitalálták azt az értéket, ami legideálisabb átlagos felhasználónak. Én átlagos felhasználó vagyok. Így bizony ehhez nem szoktam nyúlni. Ha pedig úgy gondolod, hogy te ezen finomítani szeretnél, akkor olyat keres a disztribúciód leírásába, hogy swapiness. Tehát a swapnak a beállítási részét kell megkeresni, és itt beállíthatod. Ami azt jelenti, hogy megmondjuk a rendszernek, mondok egy példát, elfogy a fizikai memóriám fele, akkor már kezdj el a swapba pakolászni. Elfogy a 90%-a, akkor kezdjél a swapba pakolászni. Tehát ez egy ilyen határ, amitől kezdve ő a swap fele nyúlkálhat, illetve utasítod, hogy már előre dolgozzon, rakodjon a swapba is. Ha sokszor kell a swap, akkor érdemes több értéket is kipróbálni. Hosszabb tesztelési,
hosszabb használat mellett a swappiness értéke ilyen, hogy 10, 20, 30, 40, tehát 1-től lehet beállítani, úgy emlékszem 100-ig, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy beállítást változtatsz meg, azt a rendszer elfogadja, és hogyha neked nem jó, megváltoztatod. Azaz, hogyha úgy gondolod, hogy alapesetben úgy emlékszem 60-as a beállítás, legalábbis egy-egy rendszerbe, akkor ha neked 50-es kell, mert nem tetszik a 60-as, akkor az 50-es beállítod, használod egy-két napig, hétig a gépedet, hogyha sokkal jobb, akkor esetleg a 40-esnél is kipróbálod, és hogyha kiderül, hogy már nem annyira kényelmes a dolog, akkor természetesen vissza tudsz állni az 50-re. Tehát nincs egy ilyen varázsszám, hogy a 10 az mindenkinek jó, a 20 az mindenkinek jó, ki kell tesztelgetni saját géped, egyébként megéri, egy gépet használunk gyakorlatilag jó néhány évig, így bizony, ha egyszer kitapasztalod, hogy melyik swappiness érték jó neked, egyébként bármi beállításra igaz, ez egyszer kell kitapasztalni, akkor azt jó sokáig tudod használni. Nem változik a használati szokásaink, illetve a gépünk felépítése percek alatt, napok alatt, hetek alatt, hónapok alatt. Egyértelmű. A memóriát, figyeljünk erre, nem csak a programok használják. A Linux az nagyon-nagyon összetett rendszer, ennek egyes részei, például TMPFS is használja. Erre figyeljél, tehát gyakorlatilag a memóriádat sok minden használja, sok minden elvárja, hogy neki ott helye legyen, azaz nem csak azon van a hangsúly, hogy egy program vagy egyéb mit használ, hanem például TMPFS beállításával is lehet játszani. Hozzá ne nyúljatok, jobb nem lesz tőle a rendszer, van a blogban egy leírásom, egy program ide írogatott elég sokat, és sokszor mondta, hogy bocsi tesó, de kevés a helyem, akkor én meg szoktam emelni, de gyakorlatilag átlagos ember ehhez az egy év nem program által használt, tehát nem program memória használatával kapcsolatos dolgokhoz hozzá se kell nyúlnia. Azaz érdekes, hogy van ami más is, memória használó, nem csak egy effektíve program, hanem bizony más is hozzányúl, de nem kell hozzányúlni. Nézzünk meg egy konki kijelzést, egy free kijelzést és egy hardtop kijelzést. A konki egy adatod ad, úgy van beállítva nekem, a free egy terminálos, a hardtop is terminálos, de egy kicsit jobban bemutogatja a dolgokat, grafikusan bemutogatja a dolgokat. Nézzünk meg egy-két memória kijelző eszközt. Vannak mások is, rengeteg, hiszen a memória nagyon fontos, vannak grafikusak is, és vannak terminálosak is. Vannak egyebek is, én ezt a hármat szoktam használni. A legegyszerűbb dolog, ha a konkiban, hogyha használsz konkit, ez a kijelző kütyű, amit ide lehet tenni, alig fogyaszt memóriát, kényelmes, könnyű beállítani, kiíratod a RAM fogyasztást, tehát kírja, hogy mennyi van, és mennyit használunk. Ez a legegyszerűbb, rögtön látod, illetve van olyan lehetőség, a magyar árcsos panelogóban ott van, én ezt nem szoktam használni, úgyis tudjátok, hogy én Tint2-es panelt használok, ott van a panelon is a kijelzés, tehát ezt lehet nézegetni, és érdemes is figyelni, főleg első időben. Amikor áttérsz Linuxra, új gépet veszel, új programösszeállítást használsz, újabb feladatokat veszel fel, azaz mondjuk videószerkeszteni kezdesz, érdemes valahol natívan kijelezni, hogy mennyi a memória fogyasztásod, mert nyilvánvalóan, hogyha látod, hogy 15,5-ig fölmegy, akkor balhé van, valamit kell a memória mennyiséggel csinálni, leállítani programokat, vagy több memóriát berakni a gépedbe. Ez a legkényelmesebb. Mindig látom a HDD felhasználást, annak a foglalását, illetve a CPU-t, illetve a RAM felhasználásomat. Oké, ezen lehet azért egy kicsit finomítani is. Kettő olyan programot szeretnék bemutatni, ami tudja ezt, illetve erre készül. Az egyik a Free. Itt már láttátok ezt a képet, nem ezekkel az értékekkel, mert a PPT előbb készült, de itt is lehet látni, mit látunk. A memória mennyisége ennyi kírja, hogy 16 giga van a gépembe, ebből ennyit használok. Azért nagyjából mindig ez a 2-3 giga használat van alaphasználatban, hol több, hol kevesebb, ez egy kényelmes dolog. És utána kérje, hogy mennyi a free, mennyi a szabad. Az előbb, amit láttatok, mivel sok minden volt nyitva, böngésző, egyéb,
akkor a free nagyon kevés volt. De logikusan elgondolhatja az ember, hogy van 15,9, abból kettőt használunk, az nem 8. 8,9, legyen 9, igaz? Hát bizony azért, mert van egy buffer chase, amit ő magának lefoglal, oda elkészít, hogy a programok, amik futnak, azok bizony kényelmesen használják, azonnal hozzá tudjanak nyúlni, ne akkor kapják meg az engedélyt, amikor éppen kell nekik. A megosztott memória ennyi, és az elérhető ennyi. Tehát nem ezzel, hanem ezzel kell foglalkozni. Itt is lehet látni, amire kitértem, hogy nekem 4 giga swapom van, ennyit csinált a rendszer, nem is nagyon szoktam hozzányúlni a distribútor. Tudja, ennyi memóriához ennyi swap kell minimum, és akkor hagyjuk ezen, felkiáltással szoktam ezt beállítani, ha kell, meg tudom változtatni, hiszen beszéltünk róla, hogy swap memória az file és nem partíció, és akkor használtunk 6-ot. Tehát látni, hogy van swapom, és van egy picike kis lefoglalt terület a swapba, pedig igazából van elérhető is, meg szabad memóriám, de valamennyit lefoglal. Nem tudom, illetve tudom, hogy nem szokott gondot jelenteni, de biztos, én csinálok swapot. Nem tudom, hogy nagy balhé lenne, hogyha a swapot kikapcsolnám, és letörölném, akkor 4 gigával több helyem lenne, ami nem nagyon számít szerintem. Na, a lényeg az, hogy mindenképp legyen, és itt a totál memóriát külön kijelzi. Oké, nézzünk egy másikat, ami egy kicsit szebb. H-top. A top, H-top, G-top, egyéb nagyjából ugyanazokat szoktam mutatni, de grafikusabb. Itt lehet látni a memória használatot. Most itt ez az üres hely, ez mutatja a teljesen üres memóriát, a zöld, az aktívan használt, ezekkel a programok által használt, aktívan használt memóriaterületet, a kék, a piros, illetve a sárga pedig az egyéb módszerekkel előre lefoglalt, de nem aktívan használt memóriaterületet jelzi. Nézzük is meg, mit jelentenek azok a színek, csak a memóriára nézzük rá, amiket ott látsz. Látható, hogy a memória bar, az a csík. Az a színes csík, a használt, a buffer, a megosztott, illetve a chase, illetve az üres helyet ezekkel a színnel jelöli. Ami nagyon fontos, a használt, a zöld, az soha ne menjen ki a maximumig. Előtte megállhat, akkor swapolni fog, de ha kifutsz az egészből, minden zöld, és a swap is betelik, csináltam ilyet, természetesen tesztelési jellege, a gépet iszonyatosan lefog lassulni. Ennyi. Tehát ezekkel a programokkal szépen meg tudod nézni, hogyan állsz memóriával, mi mit használ, és el tudod dönteni, hogy bizony kell-e memória, vagy ahogy itt látni, normál használatban érdemtelen azon gondolkodni, hogy az i3-asnál Tint2-es panelt használjak, vagy a natív bárt, amit adnak hozzá, mert az 24,36 megányival kevesebb memóriát használ, mondtam egy számot. Oké? Tehát itt is lehet látni, hogyha normálisan felszereled a gépedet memóriaügyileg, akkor nem lesz gond. Figyeljünk arra, arról beszélek én folyamatosan, ha van elegendő memória, és normál használatról beszélek. Vannak olyan disztribúciók, akik kifejezetten arra mennek rá, például a Puppy Linux, hogy nagyon kevés memóriát használjanak, egy erőforrás szegényebb helyzetekre felkészített, nagyon jó rendszerek ezek. Ha nincs memóriád, 1 gigányi memóriád van, 2 gigányi, akkor már van értelme ezzel foglalkozni, de akkor, amikor üres hely rengeteg van, éppen lefoglalt valaminek lefoglalt, és ha kell, akkor majd megkapja más felkiáltású dolgoknál. Hát bizony nem nagyon van értelme azzal foglalkozni, hogy az alaprendszer, amikor elindítom, 450, 250, vagy egyéb kijelzést ad induláskor, meg tudod nézni, ha a konkrét felteszed, itt a RAM fogyasztást le tudom nyomni 250-ig is, csináltam ilyet, i3 alatt, nem futott semmi, használhatatlan volt indításkor, de ahogy lehet látni, sok minden fut, sok mindent használok, és mégiscsak működik a gép. Miután megnéztük, hogy a Linux hogyan használja a memóriát, egy-két gondolatot osztanék meg. A memória, ahogy előbb emlegettem, mindenki hozzá akar nyúlni.
minden program, egyéb dolgok is szeretnek oda beleírogatni, lefoglalni, mindenkinek az kell. Na hát, nem csak a programok használják, vannak olyan gépek, ahol nem csak a programok használják, bizony, amelyik gépekben nincs dedikált videokártya, tehát egy darab, akármi, hogy beleteszel is ő a videokártya, és azon csorog ki a monitorodhoz az információ, ezek a processzorokba beépített videokártya szerűségek, iGPU, ilyen néven vannak, nagyon-nagyon sok ilyen processzor van, laptopokban is van ilyesmi, gyakorlatilag egy elterjedt dolog, nagyon jó dolog. A mai nem olcsó videokártya árak miatt, érdekességként elmondom, 2 évvel ezelőtt a videokártyámat, egy nem túl jó videokártya, egy nagyon jól használható, nekem megfelelő, 60 000 forintért vettem, most használtam 120. Tehát nem olcsóak jelenleg a videokártyák, sokan afele tendálnak, hogy akár az Intelnek, akár az AMD-nek vannak olyan processzorai, ami a beépített videó lejátszó eszköz van, beépített videokártyájuk van. Hát nem is kártya, lejátszó dolog. Oké? Tehát az iGPU-k, ezek elterjedtek hordozható gépekbe, meg főleg, és sokan kedvelik. Ez nyilvánvalóan nem gondoljuk át, amikor megveszünk egy ilyen processzort, hogy hát ennek a memória használata honnan jön. Hát természetesen a fizikai memóriához hozzá fog nyúlni, azaz ebből valamennyi részt felhasználástól, beállítástól függően bizony valamennyi részt le fog magának foglalni, akármennyit, amennyit beállítasz. Ezt vedd figyelembe a memória vételénél, oké? Itt nem csak a felhasználói programok memória igényét kell összeírogatnod, megfigyelned, hanem hogyha egy dedikált kártyával rendelkező gépről áttérsz, egy beépített videokártya szerűséggel rendelkező, jók ezek, nagyon jók, csak hát memória kell nekik. Akkor azt is vedd figyelembe, hogyha te ezekkel igazából játszani fogsz, akkor azért a videokártya eléggé memória lefoglaló igényel fogott fellépni, különben szaggatni fog a dolog. Oké? Tehát arra figyelj, hogy ezt hozzá kell dobni. Gyakorlatilag, hogyha neked mármint rendszer szerűen elegendő egy beépített videokártya, akkor olcsóbban jössz ki, ha egy kicsit több memóriát veszel, mint hogyha egy dedikált kártyát veszel a mai árakon. A memória árak azért nem változtak ilyen durván, esetleg még olcsóbbak is lettek, mint amikor 2 évvel előtt vettem a gépet. Oké, és ne ess abba a hibába, hogy egy alacsony memória mennyiséggel próbálsz 2 funkciót a programok, és a videokártya, a beépített videokártya memóriáját elosztogatni. Oké? Erre nagyon figyelj, sok ember belefutott az utóbbi időbe, nekem is voltak ilyen gondolataim. Felhasználói élmény, készségek a gépben és egyéb dolgok csökkenni fognak, ha nincs elegendő memóriád. Amit mindenki tud, és nem is akartam ezt ide beírogatni, mert mindenki tudja, hogy minél magasabb a megahertz érték, annál gyorsabb a memória. Azaz, 2333-nál 3600 bőven több. Erre nagyon figyelj. Próbálkozzunk meg minél gyorsabb memóriát megvásárolni. Picit drágábbak, de nem annyival drágábbak, mint amennyivel kényelmesebb a használatuk. És van egy olyan értéke, hogy CLI érték, nem térek rá ki, hogy micsoda, utána lehet olvasni, ennek meg a mértéke, értéke legyen minél kisebb a lehetőségekhez képest. Itt van olyan, hogy 21, 18, meg egyéb lefele, gyakorlatilag ez nem annyira érezhető sebességbeli eltérés, játékoknál egyébnél mérhető, de nem annyira érezhető, mint a 233 és a 360 közötti érték. Ideális elvárás, ha az alaplap és a processzor, alaplap és a processzor is támogatja, előbb nézd meg, és azután vegyél meg valamit. Nem egyszer, nem kétszer panaszkodtak emberek, hogy nem tudják kihasználni a megvett jó minőségű gyors memóriát, mert az alaplap vagy a processzoruk nem támogatja, azaz régebbi gépeknél, újabb memóriánál szokott ezzel előfordulni, új gépet veszel, nyilvánvalóan akkor új eszközöket veszel, modernabb eszközöket veszel, ott nem szokott probléma lenni, főleg
és ezt azt kell mondanom, hogy bár AMD-t használok, de főleg a régebbi Ryzeneknél van bizony egy kis, hát hepciáskodás a memóriákkal, a memória blokkok minőségével, órajelével, egyébbel, típusaival, mert nem mindegyiket szereti a régebbi típusú Ryzenek, Ryzen AMD, azaz azért olvas utána, hogy ezeket mennyire igen, hogy mennyire nem támogatja. Nehogy ilyesmibe kerüljél bele, hogy BIOS frissítés, meg amihez igazából nem ért az ember. A másik, ha már a BIOSról van szó, a BIOSban nézd meg, amikor elindul a gép, megfelelő gomb megnyomásával leírásban megtalálod, be tudsz lépni a BIOSba, és nézd meg, hogy valóban azt a hertz számot, meg a hertz számot érzékeli, használja a gépet, ami a RAM-ra rá van írva. Nem mindig fogja felismerni, általában igen, de nem mindig fogja felismerni a RAM-nak a normál sebességét, saját sebességét, mennyit tud, hanem ő úgy gondolja, hogy ja, van bennem RAM, hiszen egy átlagos RAM beállítást fog tenni, nem fogsz ebben találkozni az esetek 90%-ába, de egyszer kell megnézni, hogy bizony, az felismerte rendesen, és itt jön elő az az előbb emelgetett kétszám. Alapesetben a gépem 2333 MHz-re érzékelte a memória csipeket. Én éreztem, hogy ez egy kicsit lassú, lassabb, mint amire számítottam, de hát oké, ez van, ennyit tud, ennyi pénzért ennyit kaptam. Oké, semmi probléma. És akkor mondta valaki nekem, hogy légy szíves, van a BIOS-ba belenézni. Igen, megnéztem, hogy 2333-at mutat. Hát itt valami nagy gebasz van, és kézzel át lehet állítani megfelelő BIOS ismeret mellett, leírásban ott van, 3600-ra megtáltosodott a gépem. Megtáltosodott a gépem, ezen félperces teendőnél, figyelj erre, esetek nagy részében amúgy föl fogja ismerni. Ami nagyon fontos, és mindenki tudja, ha lehet párosával és egyforma memória csippeket vegyél. Azaz, hogyha te 32 GHz-et szeretnél, az általában 2x16. És nem olyan, hogy egyik ilyen, másik olyan, hanem 2x16 egyforma chip. És úgy tudod biztosítani, hogy a chip, a memória chip totál egyforma legyen, hogy olyan kittet, összeállítást vásárolsz, ami bizony egy csomagban van, és akkor nem lesz probléma. Nyilvánvalóan, hogyha két 16-ost veszel külön, ugyanabba a boltba, ugyanakkor nagyon nagy az esélye, hogy egyformát kapsz, de nem 100%, azaz párosával és egyforma kitben lévő memóriacsippeket használunk, és jó átgondolni azt, hogy nem valami gagyétron memóriát veszünk, hanem olyat, aminek nagy a gyártója, és lehet, hogy egy év, két év múlva is kapsz ugyanolyan csippeket, ugyanolyan típusjelű csippeket, mert bizony, ha fejleszteni akarsz, és más teszel bele, esetek nagy részében el fog indulni és felismeri, de nem 100%, hogy jól fog azzal működni, nem 100%, előfordulhat, és utána vissza kell küldeni, vissza kell vinni, és magyarázkodni kell. Amire nagyon odaérdemes figyelni, ha nagyobb CPU hűtőd van, mondjuk Noctua 15-ös, akkor jobb, ha megnézed a leírásában, hogy elfér-e a memória chipped alatta. A normál magasságok el szoktak férni, de amelyiken van ilyen világító kütyük, vagy nagyobb hűtőborda memórián, akkor előfordulhat, hogy belelóg a hűtőbordába, a CPU hűtőbordájába, és ott nem fogod tudni belerakni, mert nagyobb a memória chip, mint amilyen magasságban a hűtőbordája a CPU-nak, ott van, erre azért érdemes figyelni. Illetve amit el szoktam mondani, és tudjátok, saját elgondolásom szerint, bár lehet, hogy más ezt vitatja, az RGB világítás nem gyorsít a RAM-odon. Nem érdemes olyan memóriacsippeket venni, ha valakinek szükebb az anyagi kerete, ami világít. Inkább a sebességre, célértékre, illetve mennyiségre érdemes pénzt adni, mint az RGB világítása. Nem nagy eltérés van, de én inkább azt mondom, hogy a technika az fontosabb, mint a világítás, hogy villogjon színesen. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó memóriázást kívánok. Sziasztok, sziasztok!